A mai vendégünk Thomas Szedlacsek professzor, akit a Yale Egyetem folyóirata nemrég a világ ölt legbefolyásosabb és legforrófejűbb közgazdászak közé sorolt. A Jó és Rossz közgazdaságtanat című kötetét a Washington Post kötelező olvasmányként ajánlotta a politikusok és a közvélemény számára. Ezt a kötetet a világ számos nyelvére lefordították, és nemrég magyarul is megjelent. Professzor! Professzor úr, ön bírálja azokat, akik szerint a közgazdaságtan csak matematikáról és pénzügyi modellekről szól. Azt állítja, hogy a gazdaságot alapvetően emberek döntései, erkölcsök és örök időtlen értékek határozzák meg. Tehát valószínűleg egyetért a magyar miniszterelnökkel, aki szintén hisz abban, hogy Európának fel kell ismerni azt az ősi igazságot, mi szerint, és itt idézem Orbán urat, valódi értékteremtő munkanélkül nem fogunk kijutni a kátyúból. Egyetért ön ezzel? Igen, úgy is mondhatjuk, hogy, hogy Marx szerint a vallás volt a tömegek ópiuma. Ma pedig a közgazdaság tanaz, amire szinte Vallási tisztelettel tekintünk. Sokat emlegetik manapság a hitelválságot. Nos, a hitel szó latinul kredit, krédó. Hitet és bizalmat is jelent. Így a mai válságot nevezhetjük akár bizalmi válságnak is. Hittünk valamiben, amiről úgy gondoltuk, hogy le tudjuk írni tudományos elméletekkel, a fejlett matematikai modellekkel, és ez működött is, egész sokáig. Aztán egyszer csak hirtelen semmi sem úgy kezdett működni, ahogy gondoltuk. Sok szempontból olyan sokat vártunk a közgazdaságtantól, hogy már már fetisizáltuk azt. Aztán ez a gazdaság válságba vezetett bennünket, mi pedig mégis úgy gondoljuk, hogy akkor most még nagyobb szükségünk van a közgazdaságtanra. Ugyanígy a hitelből való túlzott fogyasztásra is, ami pedig bajba vit bennünket. Az a receptünk, hogy fogyasszunk még többet. Szerintem pedig fontos más dolgokra is összpontosítanunk az életben, nem csak a gazdaságra. Különben egyre mélyebbre süllyedünk bele abba, ami amúgy is gyötör bennünket. Olyan ez, mint a Stockholm komplexus, tudja, amikor egy túsz beleszeret a fogvatartójába. Így vagyunk mi is a közgazdasággal, ami minél jobban fogvatart bennünket, annál inkább ragaszkodunk hozzá. Ön is közgazdász azonban. Hogyan viszonyul ehhez az ön által a könyvében, modern papságnak nevezett csoporthoz? Igen, ez így van, éppen ezért fontos nekünk, közgazdászoknak elmondanunk azt, hogy vigyázat, nem vagyunk tévedhetetlenek. Nem ismerjük előre a jövőt, még akkor sem, ha szeretünk így viselkedni, amikor dobálózunk a GDP-vel, a munkanélküliséggel, meg az inflációval. De akkor sem látunk bele a jövőbe. Ezért a legfontosabb az, hogy tudatában legyünk a korlátainknak. Pascal egyik híres mondása volt, hogy az értelem első feladata az, hogy tisztában legyen az értelem korlátaival. A közgazdaság első számú feladata sem az, hogy elkápráztasson ezekkel a modellekkel, hanem az, hogy legalább két dologgal tisztában legyen. Egyrészt a modellek korlátaival, azzal, hogy ez csak egy modell, nem képviseli a teljes valóságot. Amikor egy fizikus számítást végez egy tárgy szabad eséséről, akkor egy pillanatra azt feltételezi, hogy a légellenállás nem létezik. Természetesen ez nem tökéletes leírása a valóságnak, mert a természetben a légellenállás valójában létezik. A modell keretein belül azonban eltekinthetünk tőle, de ez a feltételezés csak a számításainkat könnyíti meg. Nem érvényes a modellen kívül. Fontos tehát ismernünk a modellek korlátait. Csak így működnek. Vegyünk például egy orvost, akinek először azt kell megállapítania, hogy melyik orvosságot mikor alkalmazza. Nehogy rossz szert használjon rossz helyen. Másodszor pedig azzal kell tisztában lennünk, hogy miről is készültek ezek a modellek. A modelljeink pedig elsősorban a fizikát veszik alapul, nem a biológiát vagy a szociológiát. Ezért hajlamosak vagyunk úgy tekinteni a közgazdaságra, mint ahogy a fizikus tekint egy élettelen tárgyra. Ez tévedés, mert a közgazdaság nem egy élettelen dolgot vizsgál, hanem egy olyan történetet, amit emberek mondanak el. Emberekről. Ezt nem szabad elfelejtenünk. Olyan könyvet írt a közgazdaságtanról, amelyben, ha jól emlékszem, nem szerepel egyetlen egy szám sem. Miért? Ó igen, valóban. Talán csak az évszámok és az oldalszámok. Nem tudom, hogy a magyar kiadásban hogyan van, de a csekkönyvben még az oldalszámok is fordítva szerepelnek. A könyv számozása 420-szal kezdődik, és úgy halad egészen zéróig. Ezzel a kis játékkal is jelezzük, hogy a számok azért nem olyan komoly dolgok. Ma azonban úgy gondoljuk, hogy a haladás számokkal lehet igazán leírni. Ha az országunk GDP-je, vagy Európa és a világgazdaság GDP-je pozitív, akkor jó úton járunk. De mindenkinek remek számai voltak 2001 és 2008 között, aztán hirtelen jött az összeomlás. Ma nincs növekedés Európában, de továbbra is arra várunk, hogy eljön a növekedés, és akkor majd vége lesz a válságnak. Ön szerint ez logikus? Tudja, olyan ez, mint ahogy Godóra várunk. Az emberi emlékezet kezdetétől fogva így van ez. Tudja, az első üzleti ciklusról szóló leírást a Bibliában találjuk. A Teremtés könyve 41. fejezetében. A hét bő és a hét esztendő történetét. Amikor József magyarázza a fáraó álmát, ami egy gazdasági álom, nos akkor hangzik el az emberiség történelmének első makroökonómiai előrejelzése. Arról szól, hogy a gazdaság hol felfelé, hol pedig lefelé megy. A közgazdász feladata pedig nem az, hogy a GDP növekedését ösztönözze, hanem az, hogy igyekezzen csökkenteni a gazdasági hullámok kilengését hogy a hegycsúcsok alacsonyabbak, a völgyek pedig sekélyebbek legyenek. A gazdaság gyakran hajlamos úgy viselkedni, mint egy mániás depressziós beteg. Ma no, sokszor azt mondják, hogy a gazdaság depressziós állapotban van. Ez egy téves diagnózis. A helyes diagnózis az, hogy a gazdaság mániás, bipoláris rendellenességtől szenved. És ez veszélyes, mert tudjuk, hogy a betegség mindkét végletében előfordulhat az öngyilkosság. Az amerikai válság egy tipikus mániás jellegű válság volt. Nem úgy kezdődött, hogy a gazdaság lelassult, a munkanélküliség pedig megnőtt. Úgy tűnt minden csodálatos, a GDP szárnyalt, a termelékenység magas, a munkanélküliség pedig alacsony volt. Csupa napfény, és akkor hirtelen bejutott a válság, és minden átfordult a másik mániás depressziós fázisba. A közgazdás szerepe néha éppen az, hogy lassítsa a növekedést. Ha visszatudtuk volna fogni a GDP növekedését, akkor utána a válság nem lett volna ilyen mély. Megfogadtuk ma ezt a tanácsot? Nem, épp ellenkezőleg. Úgy gondolom, hogy teljesen figyelmen kívül hagytuk. Pedig ez egy olyan egyszerű történet, amit egy 7 éves gyerek is megért. Nincsenek benne nagy feltételezések a homo economicusról. Nincs benne matematika. Csak egy nagyon egyszerű számolás, és nagyon intuitív. Ma pont ezzel szemben haladunk. Nem elég, hogy mindent megeszünk, amit terem. Nézze csak meg a kormányzatokat. A nyugati kultúrában a kormányzatok jellemzően sokkal többet fogyasztanak, mint amit megengedhetnének maguknak. Ezért vagyunk így eladósodva. Az egyiptomi fáraóról szóló történet azért is nagyon érdekes, mert úgy tudott túljutni egy nagyon nehéz válságidőszakon, amikor az éhen halás fenyegetett, hogy közben egy fillér hitelt sem vett fel. A fáraó kormányának nem kellett kölcsönkérnie senkitől. Miért? Mert előtte megtakarítottak. Ma nagyon kevés, szinte egyetlen kormány sem viselkedik így. Talán a norvégok a kivétel, de nekik ott van az olaj. Máskülönben mindnyájan hitelben gondolkodunk. Egy másik meglepő tanúsága ennek az idézőjelben mondom primitív történetnek erről a 3000 éves kultúráról, hogy rendelkeztek egy olyan magyarázattal, ha úgy tetszik, egy egyszerű, de mégis valóságos modellel, amit ma készek vagyunk teljesen felrúgni. Ma mindent elfogyasztottunk, amink volt és még többet is. Ezért lett sokkal súlyosabb a válság, mint amilyen lehetett volna. Ma Európában a rossz fiúk azok az országok, amelyek a legnagyobb adóságot halmozták fel. Görögország, Ciprus vagy Olaszország. Miért nem figyelmeztette azonban korábban őket Németország arra, hogy vigyázzanak, ne vállaljanak fel ekkora adósságot? Ha Európát egészében nézzük, nem az egyes országokat, hanem összességében, akkor tulajdonképpen egészen jól állunk. Különösen Amerikához képest. Amerikának sokkal nagyobb adóssága van, mint Európának. Nem is beszélve Japáról, ahol a GDP mértékéhez képest két-háromszorosa az adósság, mint Európában. Így aztán közösen, mint Európai Unió nincsenek igazán nagy gondjaink. A problémák mindig akkor kezdődnek, ha elkezdjük felszeletelni az egészet. Ha Japán felosztanánk 26 önálló pénzügyi egységre, amelyek mind azt csinálhatják, amit csak akarnak, akkor Japán fele vagy egyharmada harmada csődben lenne. Ugyanígy az Egyesült Államok is, ahol sok állam csőd van. Mégsem látjuk ezt, mert Amerika statisztikai szempontból is mindig egységesnek mutatja magát. Miért nem szóltak a németek előre Görögországnak? Nos, ez a nemzeti szuverenitás kérdése. Csak amikor túl sok adósság, vagy más szóval túl sok bűn gyűlik össze, a két szó történetesen az új szövetségi görögben és a latinban is azonos, lásd, dimite nobis debita nostra, bocsásd meg, engedd el a mi bűneinket, vagy adósságainkat. Lehet hitelt felvenni, de ha túl sok adósságot halmazunk fel, akkor az már rabszolgává tesz. Ahogy a Biblia is gyakran írja, hogy a bűn rabságba visz. És akkor már nem is te cselekszel, hanem a bűn cselekszik rajtad keresztül. Ma egy kicsit így van ez a gazdaságban. A görögök például már nem cselekedhetnek szabadon, hanem engedniük kell a diktátumoknak. Nem Németország diktátumának, hanem az adósságénak. Ha Görögországnak nem lenne adóssága, ma is azt tehetnék, amit csak akarnak. De elvesztették ezt a szabadságot éppen azért, mert az adósság rabszolgái lettek. Ön szerint lehetséges volna ma hitel nélkül élni? Most nagyon nehéz ma elképzelni az életet hitel nélkül, vagy éppen kamat nélkül. Mert a kamatlábak nagyon fejlett rendszere teszi lehetővé a hitelnyújtást. A kamat nagyon érdekes dolog. Ha megnézzük a Bibliában, az Ószövetségben, vagy Arisztotelésznél, vagy a Koránban, vagy a Védákban, sőt még a Hammurabi kódexében is, ami a legrégebbi jogi rendszer, amit ismerünk, Mindenhol azt a figyelmeztetést olvassuk, hogy ne szedjünk kamatot. Vagy ha mégis elkerülhetetlen, akkor legyünk ezzel nagyon óvatosak. Nem tudjuk pontosan, hogy miért ellenezték elődeink ennyire a kamatot. Ez nincs leírva ezekben a forrásokban, csak találgatni tudunk. Arisztotelész azt mondja, hogy a kamat az időért való fizetség és az idő pedig nem a tiéd, ezért nem számíthatunk fel díjat az időért. Arisztotelész tehát azt érzékeltette, hogy a kamat valami riasztó dolog. Olyan furcsa állat, ami nagyon erős, de egyben nagyon veszélyes is. És akkor lépjünk most előre két-három ezer évet. Ma nagyon nehéz elképzelni egy hitel nélküli társadalmat. Autót vezetünk, ami nem a miénk. Ezt leasingnek hívják házakban lakunk, ami nem a mi tulajdonunk, ezt jelzálognak nevezzük, tévét nézünk, vagy mobileszközöket használunk, amit fogyasztási hitelből vettünk. De mégis azt állítom, hogy valójában nem értjük igazán azt, hogy mi a kamat. Az alkohol és a kamat pedig abban hasonlít egymáshoz, hogy a kamat lehetővé teszi a pénznek, vagy ha úgy tetszik, az energiának az idő utazását. Ha felveszek mondjuk 10 ezer euró hitelt, akkor úgy tűnik, mintha azt a banktól vagy a barátomtól venném kölcsön. Valójában azonban a jövőbeli fogyasztásomból veszem el. Mondjuk, amikor 60 éves leszek, és onnan faxolom át magamnak a jelenbe. Vehetek ma egy Ferrari-t, de fizetnem kell érte 60 éves koromig. A kamat tehát ilyen időutazásra viszi a pénzt. Akkor tehát azt mondja, hogy óvatosnak kell lennünk a kamatokkal, az adóssággal, sőt még a bankokkal is, amelyek nyújtják ezt. A bankoknak tudniuk kell azt, hogy rettenetes mértékű energiát mozgatnak. Ez segíthet, ha helyesen bánnak vele. Hasonlóan, mint a kés vagy a tűz is hasznos, ha jól élünk velük. De nem helyes kést vagy gyufát adni egy gyerek kezébe. Ezért, ha a bankokat jól használjuk, akkor nagyon hasznosak, de sok esetben nem ez történt. Különösen Amerikában, ahol pedig a legjobb bankárok élnek és dolgoznak. A bajt nem csak olyan csalók okozták, mint Madoff, aki becsapott mindenkit. A baj az volt, hogy ezt a válságot olyan közgazdászok és bankárok okozták, akik mindent a szakkönyvek előírásai alapján intéztek. A közgazdaságtan törvényszerűségei szerint, amelyekben hittek és amit jól ismertek. Nem voltak gondatlanok. Úgy hitték, hogy kezükben tudják tartani ezt a fenevadat. Tudja, a kamat egy kicsit olyan, mint a légzsák az autóban, ami mindig hibátlanul működik egészen addig, míg baleset nem történik. A hitelválság éppen így, akkor következett be, amikor a gazdaság falnak ütközött. A módszer az volt, hogy a hitelezők nem bíztak abban, hogy az adósok visszafizetik a kölcsönt. Ezért elmentek egy másik bankhoz, és biztosítást kötöttek az ügyfeleik fizetésképtelenségére. Így ha az adós csőd bement, nem kellett aggódniuk. Mondván, valaki más úgy is kifizeti majd. Ez olyan volt, mint amikor az autóban a légzsák azt ígérte, hogy megvéd az ütközéskör, de mégse. Ha a hitelfedezeti biztosítás működött volna, akkor nem következett volna be a görög csőd. Ha jól ítélték volna meg a kamatláb megfelelő mértékét, akkor nem lett volna baj Görögországban, mert a rendszer a szokásos módon kezelni tudta volna a veszteséget. Hiszen a bankok több száz éve kölcsönöznek különböző országoknak, és természetesen számolniuk kellett volna azzal, hogy egyszer az egyik befektetésük beragad. De nem ezt tették, és elszámolták a kamatlábat. Túl alacsonyan szabták meg a kamatot, és ezért túl könnyűvé és olcsóvá vált a hitel. Nos, ha a bankok ilyen megbízhatatlanul működnek, akkor nem lenne jobb a kormányokra bízni a pénzügyeket? hogy nyomtassanak pénzt, hogyha szükség van rá. Hiszen legalábbis elméletben ők tudják a legjobban, hogy mire van szükségük az embereknek. Nem, szerintem a kormányok ugyanolyan ostobán tudnak néha viselkedni, mint a piacok. Tudja, folyik ez a vita, hogy a piacok mindig racionálisak, csak a szabályzók rosszak. Mások azt mondják, hogy fordítva a szabályzók helyesek, és a piacok működnek rosszul. Tudja, Nietzsche írt egy könyvet, emberi, túlságosan emberi címmel. Nos, ugyanígy a piacok is néha tévednek, irracionális módon viselkednek, csak úgy, mint a kormányok. Talán ez azért van, mert maguk az emberek sem száz százalékban racionális és bölcs lények. Természetesen, ha az emberek tökéletesen racionálisak lennének, akkor a piacok is így működnének. Ez azonban csak álom, egy társadalmi szifi, amit mi találtunk ki, nem pedig a valóság hiteles képe. Szerintem helyes volt, hogy a kormányok kezéből kivettük a fiskális politikát. A kormánynak két eszköze van a gazdaság befolyásolására. Az egyiket monetáris, a másikat fiskális politikának nevezzük. A monetáris politika leegyszerűsítve azt jelenti, hogy a kormánynak joga van tetszése szerint pénzt nyomtatni. A fiskális politika pedig azt jelenti, hogy joga van adósságot vállalni. Néhány nemzedékkel ezelőtt mi itt a nyugati kultúrában úgy döntöttünk, hogy jobb, ha elvesszük az egyik eszközt, a pénznyomtatás monopóliumát a kormánytól, és átadjuk azt a nemzeti bankoknak. Mert képzelje csak el, mi lenne ma, ha ezt nem tettük volna. Válság van, semmi gond. A kormányok, az önpolitikusai és az én politikusaim annyi pénzt nyomtatnak, amennyi csak kell. Így azonban nem csak az adóssággal lenne problémánk, hanem az inflációval is, és talán hiperinfláció is kialakulna. De ezt az eszközt elvettük a kormányoktól, és ezért ma sokkal kevesebb gond van az inflációval, mert nem a politikusok kezelik már ezt a területet. Szerintem azonban a fiskális politikát is el kellene venni a politikusoktól, mert ők túlságosan könnyen megkísérthetők. Nézze, teljesen demokratikus döntés az, ha egy ország úgy dönt, hogy alacsony adókat és alacsony állami kiadásokat választ, mint például az Egyesült Államok. Ugyanilyen demokratikus, amikor magasadók és magas állami újraelosztás mellett döntenek, mint a skandináv országokban. De a kettő együtt nem megy. Szeretünk hinni a kiskormány modelljében, amikor az adókról van szó, de amikor az állami ellátásokról van szó, akkor azonnal a nagykormány híveivé válunk. Ezzel létrejön egyfajta fiskális kizofrénia, és ezt nevezzük költségvetési hiánynak. Ez pedig nem lehet hosszú távon fenntartani. A könyvében ön sokat ír a jó és a rossz ellentétéről. Sokan úgy gondolkodnak, hogy az anyagi javakról való lemondás jó dolog. A gazdagság és a vagyon azonban rossz. Tényleg a pénz lenne minden rossz gyökere? Nos, az eredeti szövegben nem az áll, hogy a pénz minden rossz gyökere, hanem a pénz szeretete a rossz gyökere. Ez történik akkor, ha fetisizáljuk a pénzt, ha beleszeretünk valami élettelen dologba, pénzbe, vagy bármi másba. Ennek a tárgya lehet egy toll, vagy egy alma is. Mi emberek hajlamosak vagyunk sok mindenből fétis csinálni. Hogyan is érzékeltessem ezt? Hadd fogalmazzak át egy idézetet jobb könyvéből. Jobb, amikor szenvedések érik, azt mondja, hogy vajon csak a jót kell elfogadnom az Úr kezéből, a rosszat pedig nem? Nos, a közgazdaság egy kicsit Istenné vált számunkra, ezért mi is megkérdezhetjük, hogy vajon csak a jót kell elfogadnunk tőle, a rosszat pedig nem? Tudnunk kell kezelni mindkettőt? A gazdaság nem csak a növekedésről szól. Hullámokban halad. Hálásaknak kell lennünk a növekedésért, és hálásnak kell lennünk azért, amikor a gazdaságunk növekszik, hogy a nyugati kultúrában nagyon sok mindent megengedhetünk magunknak. De nem nagyon örülünk annak, ha ez megakad, mert szinte Isten adta jogunknak tekintjük a folyamatos növekedést, és haragszunk, ha ez elmarad. A mi országainkban 21 néhány éve átléptünk a kommunizmusból a kapitalizmusba. És én mélyen hiszek abban, hogy a demokrácia és piac, nevezzük bárhogy a rendszert, biztosítja a növekedés számára a legjobb talajt. Ma azonban egy kicsit másként gondolkodunk. Felcseréltük a szerepeket. És ha megnézzük az újságokat, azt olvassuk, mintha a növekedés egyfajta Kondíció színek van nonja nélkülözhetetlen előfeltétele lenne a piaci demokráciának. Más szóval a demokrácia nem is létezhetne növekedés nélkül. Szerintem azonban, ha van növekedés, az nagyszerű. De ha nincs, attól még egy szabad és demokratikus országban élünk. Számomra ez nagyobb érték, mint a növekedés. Az újságokban azonban azt olvassuk, ha leáll a növekedés, akkor az egész piac, sőt maga a demokrácia is összeomlik. Van, aki egyenesen azt állítja, hogy ha nem növekszünk, akkor visszajönnek a háborúk, és az európaiak megszűnnek civilizált emberek lenni. Szerintem vissza kellene állítani a helyes sorrendet. A legfontosabb, hogy szabad és egészséges országban éljünk, ahol az emberek jól érzik magukat. Szívesen találkoznak egymással, mert ezek még fontosabb értékek. Fontos a gazdaság, fontos a növekedés, de az én szememben ez csak valahol a negyedik vagy ötödik helyen következik. De kellene a gazdaságot, hogy az első helyről a maga helyére kerüljön. Mi demokráciában élünk. Mégis hajlamosak vagyunk olyan politikusokra szavazni, akik enni adnak nekünk, vagy csökkentik a költségeinket. Semmi nem változott volna vajon a Pánemet circenszész kenyeret és cirkusz kora óta? Valami sokat változott. A technológia például. Más dolgok azonban nem nagyon. Nagyon gyakori téma ez a sci-fi filmekben, amit én a csúcs technológia és a földszintes élet ellentétének neveznék. A Matrixban például ezt látjuk, vagy az Avatarban, ahol mi emberek jelképezzük a high-tech és földszintes élet mintáját. Még a kék idegenek az alacsony technológiát, de gazdag életet képviselik, ahol egymás iránti tisztelet és harmónia uralkodik. Visszatérve a kérdésére, igen, a politikusoknak igyekezniük kell, hogy javítsák az életet. Hogy olyan országban élhessünk, ahol otthonosan érezzük magunkat. De nem tehetik ezt csalással. Úgyhogy közben pénzt nyomtatnak, és az adósságot halmozzák tovább. Ezért vettük el tőlük a pénzgyártást. És ezért kellene elvenni tőlük az adóssággyártás jogát is. Mondjon egyetlen okot arra, hogy az én pénzügyminiszterem, vagy az önök miniszterelnöke miért ne élne a mai torz rendszerben azzal, hogy eladósítja az országot? Nagyon nagy a kísértés, mert nagyon könnyű megtenni. Eladósítom az országot, megígérek mindent, és majd a jövőben jön valaki, Valószínűleg a politikai ellenfelem, aki kifizeti az adósságot. Ezért nem hiszek a politikai messiásokban, és ezért jobb egy olyan rendszer, ahol nem számít az, ha az önök pénzügyminisztere vagy az én pénzügyminiszterem idióta. Mert nincs lehetősége csalni azzal, hogy túl sok adósságot vállal fel, és így nem tudja bajba sodorni az országot. Végül hadd kérdezzem meg, hogy mit gondol a nemzetállamok jövőjéről? Vajon érdemes gazdasági szabadságharcot folytatni, ahogy a jelenlegi magyar kormány is teszi? Vagy jobban járunk, hogyha összefogunk és beilleszkedünk egy nagy, egységes világrendszerbe? A helyzet az, hogy akkor járunk jobban, ha segítjük egymást. Nem tudom, önöknél van-e ilyen történet? De a francia tündérmesékben szerepel egy olyan ostoba alak, akinek nem tetszik az, hogy egy papírlapnak széle van. Mert szerinte csak a papírlapa fontos. Ezért fogja az ollót és elkezdi körbevágni a lapot. Egyre kisebb papír marad neki, de még annak is van széle, ezért újra fogja az ollót és tovább vágja a széleket, egészen addig, hogy már semmi sem marad a papírlapból. Ezért nekünk fel kell ismernünk azt, hogy amiként ma Görögországot, gyakran Európa betegemberének nevezzük, 30-35 évvel ezelőtt mi voltunk Európa betegemberei. Nálunk Prágában nagy szám volt az, ha egy kólát ihattunk, vagy banánhoz jutottunk. Húsz évvel ezelőtt Finnország is beteg gazdaság volt, amikor a Szovjetunió összeomlott. Tele volt az ország munkanélküliekkel. A vezetők nem tudták, hogy mihez kezdjenek. Aztán tudjuk, jött a Nokia, meg más sikerek, és minden megváltozott. Két nemzedékkel ezelőtt Írország is Európa beteg embere volt. Az emberek szinte éheztek. Ma pedig Írország gazdagabb, mint Nagy-Britannia. Ami maga is, mielőtt a nemrég elhunyt Margaret Thatcher kezébe vette a dolgokat, egy beteg ország volt. Tudja, ez a csodálatos a gazdaságban, hogy ciklusokban működik. Nem tudjuk megmondani előre, hogy tíz év múlva melyik ország fog jól teljesíteni, és melyik lesz bajba. Lehet, hogy tíz év múlva Németország lesz Európa betegembere. Nem kívánom ezt, de könnyen előfordulhat. Jobb tehát, ha segítjük egymást, hogy jobban menjenek a dolgok, ahelyett, hogy egymás papírlapjainak a széleit vagdossuk, mert a végén lehet, hogy nem marad semmink. Professor,